Két festmény forog szóban. Az egyiket még évekkel ezelőtt egy pincetakarítás alkalmával találták a múzeumban, nem éppen a legjobb állapotban. Ezt a festményt mindenféle paravánok mögött találtam, Léna Földön, ami szó szerint tessékért vízbe állt. Ez azt jelenti, hogy ugye a hosszú oldalára volt fektetve, a hosszú oldal az egyik oldal, és a másik oldal annyira felszivárgott a víz, hogy két oldal olyan 10 centi szélesen eltűnt a képnek, tehát lebögött benne a vakkeretibe. Hát akkor kimentettük, onnan kiszárítottuk, és az úton raktárunk falá lógott. Majd egy tavalyi pályázat útján restaurálás történt az alkotáson. A képen egyébként egy 18. századi jezsuita rendfőnök található, ám a másik festménynek is van egy története, mely Szűz Máriát ábrázolja. Pontosan tudjuk a festőit is, és az idejét is, hiszen rá volt írva. Egy Flakovics Endre nevű pap festőt 1848-ban. Ő Miskének volt a plébánosa, sok helyen volt szolgálati helyen, de Miskei plébánosként halt meg. Ez az időszak a 48, amikor éppen különböző utakon van, tehát nem tudjuk a helyszínét a Thunfesti, de lényeg az, hogy a kép a Miskei plébánián volt annak idején, legalábbis az ajándékhoz azt mondta, hogy ezt mesélték neki, hogy valamikor ezt a plébánián látták, és hát ezt ajándékba kaptuk meg Székely plébánostól. És ez a kép szintén átesett egy restauráláson, hiszen ennek is voltak szemmel látható hibái. Végül rákérdeztünk az eszmei értékekre is. Nem bíráltattam meg az eszmei értéket, nem művész értékűek a képek, ez egészen biztos, én is ezt nyugodtan mondhatom. Viszont helytörténeti értéke nagyon fontos ezeknek a képeknek. Hozzákötően, hogy a múzeumban ez a téma kevés is. Tehát különleges darabjai a Kalocsai Múzeumnak, hiszen hogyha körben ízünk, mind a kalocsai népéletről szólnak ezek a festmények, bár hozzákötni, hogy a Kalocsai Múzeum nem is gyűjtött festményeket, tehát azok a falakon lógó képek, amik a kalocsai népéletet, vagy Kalocsának a földrajzi környezetét, az épített környezetét ábrázolják, ezeket se azért vásárolta korábban, vagy azért gyűjtötte korábban a múzeum, mert művészeti alkotásokat akar gyűjteni, nem helytörténeti szempontból. Romsics Imre azt is hozzátette, hogy a festmények nagy valószínűséggel a zsinagóga épületében, vagyis a Kalocsai Képtárban kapnak majd helyet.